Van egy hírközlési hatósági rendelet, amelynek a bevezetése gyakorlatilag fél éves csúszást szenved most már, és úgy néz ki, hogy majd januárban lesz aktuális. Ormos Zoltán internetes jogásszal erről beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Illetve arról, hogy voltak éppen ez mit jelent? Azt jelenti, hogyha valami olyan tartalmat vélünk felfedezni az interneten, amelyik közösségek számára bántó, vagy valami tiltott tartalom, akkor valakihez fordulunk, valaki pedig majd eljár a tartalomszolgáltatóval, a tartalomszolgáltató meg az információszolgáltatójával szemben, vagy hogy van ez? Igen, abszolút így van, ez mondjuk inkább a dallama. Mondom akkor a szövegét is a jogszabálynak. Tehát végül is a lényeg az, hogy eddig is megvolt az, hogy a különböző jogsértő, tehát most bűncselekmény értek jogsértés alatt, bűncselekményen létrejött eredményeket elkobozták, letörölték, megsemmisítették. Tehát ugye, ha lefoglaltak kábítószert, azt megsemmisítették, hogyha órákat foglaltak, ami védjegyet sértő, azt leúthengerezték, ez eddig is volt. Az interneten ezt nem úgy végzik el, hogy az internet szolgáltató, a tárhely szolgáltatónak a szerverét mondjuk lejelolják egy úthengerrel, hanem onnan egyszerűen csak le lehet törölni egy jogsértő tartalmat, ez lehet mondjuk szerzőjogsértő tartalom, lehet mondjuk gyűlöletbeszéddel kapcsolatos tartalom, lehet mondjuk adott esetben terrorcselekményekre buzdító tartalom. Ezek onnan egyszerűen letörlik. De végig lehet ezt kergetni ma a világon? Ugye azt lehet látni, hogy számtalan tárhelyen ugyanazok a tartalmak le vannak tükrözve, ahogy mondani szokták. Pontosan, mert erről, tehát én elkezdtem ugye a probléma elejét, tehát hogy most az volt eddig a probléma, hogy ezeket a tartalmakat pontosan külföldre kihelyezték szerverre, kikerült a magyar hatóságoknak a látóköréből, hatóköréből úgymond, és hogy ezzel nem tudtak mit kezdeni. Ez nem csak a Kuruc infóval, ez számos problémával felmerült, tehát hogy ezt úgy hívták ezt a törvényt, hogy Lex Kuruc info, de ez nem csak a Kuruc infóról szól, ez gyakorlatilag az összes közvádas bűncselekménynél probléma, hogyha az interneten valósul meg az elkövetés, akkor azt nem lehet töröltetni, hogyha valaki állandóan költözteti különböző külföldi szerverekre. És akkor most? Most pedig annyi van, hogy először első körben a tárhelyszolgáltatót próbálják meg törlésre kötelezni, hogy a tárhelyszolgáltató az, aki fenntárolja azt az internetes tartalmat egy szerveren, ami a jogsértést megvalósítja. Ha a tárhelyszolgáltató nem törli le, akkor egy hónap után elindulhat az az eljárás, aminek a keretében először őt próbálják bírságolni 100 000-től 1 millió forintig terjedő bírsággal, ha magyar tárhelyszolgáltató. Szóval ha külföldiről, akkor ugye megkeresik a külföldi hatóságot a törlési kötelezés érdekében, de figyelmeztetik is a külföldi hatóságot, hogyha 30 napon belül nem sikerül ott a törlést megoldani, akkor Magyarországon hozzáférhetetlenné tételt mond a törvényi szöveg, én úgy mondanám inkább, hogy blokkolással meg lehet akadályozni, hogy a magyar internet szolgáltatók azt az internet tartományt, azt az URL-t, azt az IP tartományt nem engedik be Magyarországon. Most szélsőséges esetben úgy kell elképzelni, hogyha mondjuk valamelyik közösségi térben megjelenik egy tiltott tartalom, amit nem sikerül a közösségi háló tulajdonosával töröltetni, akkor magát a közösségi hálót blokkolja Magyarország? Igen, ha ez közvádas bűncselekmény, nem, nem azt az URL, tehát azt a... Tehát csak azt a szegmensét, minden, a háló, tehát azt a posztot, pontosan, ha úgy tetszik, van, minden, vagy azt a felhasználót magát. Minden posztnak így van, megvan a saját technikai azonosító, minden felhasználó fióknak megvan. Mi ez a központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozati adatbázis, aminek már a nevét is, aki kitalálta, annak külön gratulálok. Igen, még ez rövidítve is borzalmas, meg Kefta. Igen, tehát még rövidítve is olyan valami szanszkrit. De úgy legalább nem is gondoljuk, hogy értjük. Amikor végigolvas az ember, akkor próbálja érteni. Igen. Ez gyakorlatilag azt a listát jelenti, ami egy nem nyilvános, nagyon fontos, talán az egyik legnagyobb probléma ezzel, hogy nem egy nyilvános lista, hanem az a lista, amit a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság vezet, azokról az internet tartományokról, amelyre őt bíróság kötelezte, hogy ezt blokkoltassa a magyar internet szolgáltatók. Hát pont az lenne mindenkinek az érdeke, hogy lássa, hogy amit most nézni akar, azt nem is nézheti. Igen, erre szokták mondani, hogy ha én lennék a világminiszter, akkor miniszterelnök, akkor ez lenne az egyik első döntésem az internet jog területén, például ezt a listát nyilvánossá tenném, mert miért ne lehessen látni, hogy melyek azok a bírósági határozatokkal, ugye ez nagyon fontos, hogy bírósági határozatokkal elérhetetlenné tenni kötelezett oldalak, amelyeket ennek a hatóságnak az internetszolgáltatókon keresztül blokkoltak. Ugye itt magánszemélyek meg csoportok sérelmére elkövetett tartalmak megjelentetése, gyermekpornográfia, meg ilyen tételek szerepelnek ebben a listában, amikre a blokkolás vonatkoztatható. Igen. És igen. Ehhez kell minden esetben egy bírósági végzés, így amely van. Kimondja, hogy a gyermekpornográfia igen, az az, aminek látszik.
Így van, sőt, jogerős ítélet. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy bírói jogerős ítélet. És egészen addig viszont nem lehet lépni ellene semmit? Kivéve, tehát ez a fő, az összes közvádas bűncselekménye igaz, amit mondok, tehát hogy jogerős bírósági ítélet után lehet majd töröltetni. Három olyan eset van, amelyben ideiglenes intézkedéssel is elindulhat, tehát már ugye egy büntetőeljárás közben elindulhat ez a folyamat, ezek pedig az államellenes, a terrorcselekményekkel kapcsolatos bűncselekmények, illetve a gyermekpornográfiával kapcsolatos bűncselekmények. Ezekben az esetekben nem kell megvárni a jogerős ítéletet, hanem már ügyészi vagy bírói indítványra, már egy korai szakban, az eljárás korai szakában ideiglenes hozzáférhetetlené tétel, azaz blokkolás valósulhat meg. Miért várunk ennek a törvénynek a hatályba lépésére, amikor megvan a törvény? Igen. A tárhelyszolgáltatók, tehát azok, akik ugye internetes tartalmakat tárolnak fönn az interneten, a szerveréken, rájuk már most is vonatkozik ez a szabály, tehát ők a törlési kötelezések után már bírságot most is kaphatnak. Az internet szolgáltatók, akik pedig ugye ezeknek a törlési kérelmeknek a sikertelensége esetén a blokkolásokat a listán szereplő tartalmak tekintetében kötelesek megtenni, ezek már most is kötelesek törölni, vagy pontosabban blokkolni ezeket a tartalmakat, azonban még bírságot nem kapnak. Tehát a január 1-i hatály az a blokkolást megtagadó internetszolgáltatók bírságmentesítését jelenti még csak. Nem jelenti azt, hogy ők már nem köteles ezeket a tartalmakat, a listán szereplő tartalmakat blokkolni. Ugye Lex Kuruszinfo. Így van. És hát a Kuruszinfo ügyéről a Facebook kapcsán kétszer sikerült töröltetni egy közösségnek a Kuruszinfo jelenlétét. Már az elmúlt hetekben többször szó esett. A Kurucinfóhoz hasonló oldalak ebben az összefüggésben milyen elbírálásra számíthatnak? Mert ugye itt eleve az alapkérdés megint csak az, hogy hány szerveren is létezik például a Kurucinfó. Igen. Azért hagyd mondjam el, hogy igen, tehát ez egyértelmű, hogy a közvádas bűncselekményekről beszéltünk, hogy azoknak a kapcsán indulnak el ezek a mechanizmusok, tehát egy sima magánindítványnál, egy rágalmazásnál nem, de a Kurucinfó egyértelműen, hogy álláspontom szerint, és feltétlenül az ügyészség is osztja ezt az álláspontot, közvádas bűncselekmények, hát nem tucatjait, de jó párat elkövet. Na, de ez akkor mégiscsak kellene egy kimondott bírósági jogerős ítélet. Így van, tehát le kell folytatni egy olyan bírósági tárgyalást, bírósági eljárást, amelynek a végén egy jogerős ítéletet kapnak. Ugye, ha magyar állampolgár érintett az ügyben, akkor a magyar joghatóság megvan, ezt lehet külföldi területen, tehát Magyarországon kívül is követhetek el bűncselekményt, ha magyar állampolgár. Tehát mostantól kezdve kevés azt mondani, eddig is kevés volt, mint az ábra mutatja, hogy csúnya Kuruszinfó, tessék bírósághoz menni, és kimondatni a bírósággal, hogy igen, csúnya a Kuruszinfó. Így van, és bejelentés, feljelentést bárki tehet, tehát most nem akarok itt felhívást intézni. Senki, ez ugye a hatóság saját észlelése is elindíthatja az eljárásokat, de feljelentés, bejelentés bárki tehet. Visszaélés személyes adattal, stb. Bűncselekményeknek azért azt lehet mondani, hogy jó pár elemét megkövette a Kuruszinfó, tehát elindulhat ez a folyamat, és elképzelhető blokkás, és azt se fogja mentesíteni, ha folyamatosan átpakolnak másik szerverre, mert azért a mai világban nehéz, tehát azért a felhasználók egy jelentős része az ismert nevet tudja, illetve a Google-ben beüti, akkor ott találja meg az oldalt. Ha folyamatosan le lesznek szorítva ezek a tartalmak, egyre kevesebben érik el, akár azt lehet mondani, hogy tizedére esik vissza a látogatottság. Köszönjük, hogy eljött. Köszönöm.